Köszöntjük a hallgatókat, a VF Szabadidő Parkból jelentkezünk. Varga Rita ügyvezető igazgató helyettessel beszélgetünk. Láng tört a nyár rendesen, és megnyitott a kapuid is a VF. Mivel várjátok a vendégeket az idén? Szerencsére most már itt az igazi strandidő, és a régi szolgáltatásaink mellett az idén egy új csúszdát is felavattunk már. Tekergőnek hívjuk, 66 méteren juthatnak le a gyerekek és a vállalkozó felnőttek kanyarogva, és úgy juthatnak bele a medencébe. Mennyi csúszda van, és milyen fajták vannak itt a VF-en? Most már minden korosztálynak van csúszdánk. A legkisebb medencénkben, a gyerekpancsolóban van a cipiciknek egy kicsi, nekik való csúszda. Van egy szivárvány csúszdánk, van a víziváron három csúszdánk. Mellett most állunk? Igen, ezt nagyon szeretik a gyerekek, meg a kiboruló vödröt, ezt is nagyon szeretik, és fönt van a két nagy csúszdánk, ez nagyobb gyerekeknek és felnőtteknek való. Milyen medencék vannak itt a VF-en, aki még esetleg nem tudná? Van a gyerekpancsoló, van a termelmedencénk, családi medencénk, van az oális medencénk, a vízivár picike 25 centis vízével, de sok gyerekélményével, és van a nagy igazi úszómedencék, a 2 méteres sportmedence. Számos szolgáltatás is van még itt a fürdésen kívül. Milyen szolgáltatásokkal várjátok a vendégeket? Meg lehet szállni nálunk, van a kempingünk, ahol vannak faházaink, és lakóautóval és sátorral is meg lehet szállni. Lehet nálunk horgászni, nagyon szép halakat lehet fogni itt nálunk, úgyhogy bátran biztatom a horgászokat, hogy jöjjenek, és az éttermünk is itt van, úgyhogy várjuk a vendégeket. Aki horgászni szeretne, az hogy teheti meg, mi szükséges hozzá? Meg kell váltani a napi jegyet, és állami jegy is szükséges hozzá, hogy be tudjanak jönni horgászni, meg egy jó nagy adag kedv hozzá. Hogy... Számos rendezvény is van, és ha már a horgászatnál tartunk, akkor éjszakai horgászversenyre készül most a nagycsapat, ha jól tudom. Igen, most szombaton este kezdődik az éjszakai horgászversenyünk, ami csapatverseny. Két fős csapatokkal lehet nevezni itt a helyszínen, és lehet kipróbálni, milyen éjszaka horgászni, és hogy jönnek-e a halak. Az éjszakai horgászat megtől meddig tart majd? Az éjszakai horgászat este 8-tól hajnali 5-ig tart. Szombat estig, aki idejön, az még benevezhet a versenyre? 6 órától várjuk a vendégeket, és 7 órától van a nevezés. 8 órától hajnali 5 óráig van a verseny. Nem kell előre nevezni, hanem itt kell a helyszínen megvenni a belépőt. Nagy híre van a Komáromiak között már a vendégőnek is, hiszen szeretik. Milyen rendezvényeknek tudtok még helyet biztosítani, amellett, hogy egy jót és finomat ehet az ember? Teljesen megújult az éttermünk, remélem már sokan látták, de még várjuk a vendégeket, hogy nézzék meg, hogy szépek is vagyunk belülről. Mindenünk, a székek, a bútorzat, maga a fala, pultunk, minden megújult. Az étlapunk is, most a nyári étlapunkkal várjuk a vendégeket, és lehet rendezvényre, születésnapra, családi, baráti rendezvényekre jönni hozzánk, akár bentre, akár a teraszra várjuk a vendégeket. Különleges vendégek is vannak itt, és saját tapasztalatom alapján mutatta a pincér gyönyörű nagy pontyokat lehetett. Igen, ott meg lehet nézni, hogy mennyi hal van a mi tavunkban. Egy kis száraz kenyérrel mindjárt etetve a halakat, mindjárt meg lehet látni, hogy mekkora példányok vannak ebbe a tóba. Számos egyéb rendezvénynek adott pont a VR Szabadidőpark, többen választják táborozás helyszínéül is. A teljesség igénye nélkül tudunk-e beszélni, hogy kik érkeznek táborozni az idén majd? A saját táborunk, a VR sporttáborunk is várja még a jelentkezőket, úgyhogy még lehet jelentkezni a július közepi 15-ei turnusra. Még várunk gyerekeket, a 22-ével kezdődő turnus már betelt, és még a néptáncosok is hozzánk jönnek. Ők augusztusban majd, ha jól tudom? Augusztus első hetén jönnek. Ha a táborra szeretnének jelentkezni, vagy információt kérni a fürdővel kapcsolatban, szolgáltatásokkal kapcsolatban, hogy tehetik ezt meg, hol tájékozódhatnak az érdeklődők? Honlapunkon, a www.vfpark.hu honlapon, az e-mail címünk az info@vfpark.hu, a vonalas számunk 34-es körzet 540, 448-as, ezeken mindegyiken tudunk mindenféle felvilágosítani. Mettől meddig van nyitva a VF egyébként? Horgászni lehet jönni már reggel 7 órától este 7 óráig, strandolni pedig 9 órától 20 óráig lehet.